csatlakozó vitához hozzá kapcsolódva a büntető törvénykönyv módosítása tárgyában nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy ne jegyezzük meg azt, Bárándi Gergely képviselőtársamnak figyelmét felhívva, hogy a magyar büntetőjog történetének gyönyörű ívét, amit fölvázolt Finkei Ferenc Angyalpáltól kezdődően, olyan szép ívet írt le ez a magyar büntetőjog, eljutottunk Draskovics Tiborhoz, aki meghozta a Lex Tojás törvényt, meghozatta az országgyűlésével, és ez a Lex Tojás törvény, igen, egyébként a képviselőtársam nagyon helyesen mondja, tehát ahogy szokták mondani kicsit tréfásan, ugye bizonyos produkció nem jöhetett volna létre valaki közreműködése nélkül, tehát a Magyar Szocialista Párt 2006-os szemkülövetése nélkül, és a Magyar Szocialista Párt és az SZDSZ büntetőpolitikája nélkül, amely közbiztonsági válsághelyzetet eredményezett az országban, és amelynek nyomán magyar emberek teljesen kiszolgáltatásra kerültek a tömeges vagyonelleni személyelleni bűncselekményeknek, bizony ezek nélkül a Jobbik Magyarországért mozgalom ilyen erővel nem kerülhetett volna be az országgyűlésbe, külön köszönjük nekik ezt a munkát, azonban azt semmiképpen nem köszönjük meg, hogy azt a véráldozatot, amit hoztak, és ugye ezt azért semmiképpen ne tréfáljuk el, hiszen ugye pár órával ezelőtt beszéltünk arról, és remélem, hogy fog majd dönteni rövidesen az országgyűlés arról, hogy felállítja azt a... meghozza majd azt a döntést arról, hogy a 2006 őszi áldozatokat jóvátételben kell részesíteni, illetve az Emberi Jogi Bizottság Kebelén belül az albizottság fogja vizsgálni, egy albizottság fogja vizsgálni a 2002 őszétől, 2002 tavaszától 2010-ig teredő politikai szabadságjog sértéseket. Tehát bizony emellett nem lehet szó nélkül elmenni. A közbiztonsági válsághelyzet, tehát nem csak adott esetben most már az LMP ugye kezdi felismerni, hogy van egy ilyen jelenség, hanem bizony ezt a Jobbik már nagyon régóta mondja, és olyannyira, hogy én is szeretnék egy kis sajtószemlét tartani a Barikád című kiváló heti labból, amit ajánlok minden képviselőtársam figyelmébe. Két rövid hírt olvasnék föl. Egyik, gyereket zsarolt a vonaton. Zsarolás megalapozott gyanújával vett őrizetbe egy 25 éves nyírteleki férfit múlt héten a nyíregyházi rendőrkapitányság. A férfi előző este a vonaton megszólított egy 15 éves fiút, először pénzt követelt, majd leszállt vele a görög szállási állomáson. A fiatal sétett mobiltelefonját elvette, azzal több hívást lebonyolított, mielőtt visszaadta. Ezután kiforgatta a fiú táskáját, elvette több ruhadarabját, illetve a pénzét. A férfi többször megfenyegette a sértettet. Ez egyik hír, másik hír, Stól András drogozott is, kábítószert találtak a múlt héten súlyos balesetet okozó Stól András vérében, stb. És még folytathatnám, újra nyomoznak Gyurcsány titokminisztere ellen, ez is egy érdekes hír, reméljük, hogy sikeresen fognak nyomozni ebben az ügyben. Mindenesetre ebből is levezethető, és saját élményem miatt is én is el tudom mondani, Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjei közel 5000 lakossági fórumot tartottak, és ez a lakossági fórumok közös üzenete valóban az volt, hogy tarthatatlan helyzet van az országban, nem védi meg a magyar állam közbiztonsági szervezetrendszere az embereket azoktól a súlyos vagy kevésbé súlyos, látszólag bagatellnek tűnő bűncselekményektől, amelyek viszont az emberek mindennapi életét lehetetlenné teszik. És bizony ezt ismerte fel a Jobbik Magyarországért Mozgalom, amikor megalkotta a programját, programjában kifejezetten erős, komoly teret szentelt a válsághelyzet megoldásának, és többek között olyan elemeket is feltüntetett, amelyek most szerepelnek ebben a javaslatban. Tehát én magam is csatlakozom Molnár János képviselőtársamhoz, Staudt Gábor képviselőtársamhoz, és mindenki, aki támogatta ezt a javaslatot, hogy önmagában jó, hogy hozzányúl most a jogalkotó a büntetőtörvénykönyvhöz, azonban sajnos nekem is azt kell mondanom, hogy sokkal szűkebbet fog a lehetőségeken, mint ami rendelkezésre áll a kétharmados többségnek, és nem igazán értem, hogy ha az a hatalmas erő, elszántság és bátorság megvan, sok jelentős, nagyon komoly, összmagyar sorskérdéseket is érintő törvény megalkotásához, mint az állampolgársági törvény, vagy mint a nemzeti összetartozás törvénye, akkor a BTK-hoz miért nem olyan erővel és átfogó igényel nyúlnak hozzá, amint azt a jelen helyzet megkívánná. Itt csak röviden szeretnék utalni arra, hogy mi az, ami kimaradt ebből a javaslatból, néhányat még kiegészítenék volna János javaslataiból. Például a politikus bűnözés elleni fellépés keretében a büntető törvénykönyvi büntetési tételek
szigorítása, kétszeres emelése szerepel a Jobbik programjában. Ezt szívesen ajánljuk még egyszer a Fidesz-KDNP többség figyelmébe, de ha nem teszik, akkor majd mi magunk fogunk előterjeszteni a javaslatot ennek érdekében. Illetve menjünk tovább a korrupciós bűncselekmények elleni szigorú fellépés érdekében, teljes körű vagyonelkobzás biztosítása, előírása és nagyon szigorú szabadságvesztés büntetése kiszabása azoknak, akik korrupciós bűncselekményekkel csapolják meg a közpénzeket. Ez is egy olyan lehetőség, amelyel bizony élni kell, és nagyon remélem, hogy nem azért nem került be a BTK módosításba ez a két javaslat, mert adott esetben a Fidesz-KDNP úgy gondolja, hogy ebben az ügyben nem kell jogalkotási eszközökkel lépnie, nem kell a jövőre szólóan megakadályozni azt, hogy ilyen típusú bűncselekményeket elkövessenek. De hát hosszan lehetne még folytatni a sort. Egyet azonban látni kell, hogy valóban, ahogy Staudt Gábor képviselőtársam mondta, a büntetés elkerülhetetlenségének a tétele sokkal erőteljesebb visszatartó erővel bír, tehát én amellett vonnék, hogy sokkal erőteljesebb visszatartó erővel bír az, ha egy mindenkori bűnelkövető, akár legyen bagatelbűncselekmény, akár legyen egy tyúk ellopása, vagy akár legyen egy idős néninek a kirablása, az, én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy olyan teljes körű átvilágítását kell eredményezni a rendőrségnek, és egy olyan hatékony rendőrség életrehívását, amely képes ezeket a védelmi intézkedéseket a lakosság érdekében megtenni. És ehhez pedig mindenképpen ajánlom a Fidesz-KDNP figyelmébe a csendőrség szükségképpeni létrehozását, amely a vidéki helyzetet tudná rendezni. Európa 20 országában működő modellről van szó, amely Európa 20 országában igenis sikeresen működik ez a biztonsági modell. Ez Magyarországon is egy hagyománnyal bíró intézmény, 1980-as években jött létre, és igen nagy sikerrel működött. Viszont ugye addig is azért ajánlom az intézkedések sorába figyelembe azt a lehetőséget, hogyha két hét alatt szeretnének rendet tenni az országba, akkor egyrészt a nagyon komoly fába vágták a fejszélyüket, és a Borsod megyeiek biztosan nagyon nagy, vagy Nógrád megyeiek, vagy a Somogy megyeiek nagyon nagy figyelemmel várják ezt a két hetet, főleg annak a lejártát, hogy mi fog történni, de mindenképpen egy eszközrendszert azért hadd ajánljak, itt beszéltünk ugye nemrégiben a 2006 őszi áldozatokról. Hát ugye ezeket az áldozatokat, ezeket a vérvesztességeket, azokat a kényszeríti rendőrök okozták jó részt, akik izraeli vízágyúkkal és gumilövedékekkel kergették a tüntetőket. Na most, ha őket megfelelő vezényléssel a válságövezetekbe levezényeljük, akkor bizonyára végre méltó munkát kapnak, és végre nem a politikai szabadságjogokat gyakorló embereket lövik, ütik, verik, hanem adott esetben végre az igazi biztonsági kockázatokkal számolnak le. Én most konkrétan két olyan részével szeretnék most még foglalkozni a javaslatnak, amelyhez kapcsolódóan a módosító indítványt terjesztettem elő, és arra kérem a tisztelt házat, hogy fontolja meg ezek támogatását. Egyik a büntetési tételek középmértékes kialakítása, a középmértékes szabály bevezetése. Ez ugye egyrészt egy üdvözlendő szabály, nem akarom hosszan sorolni az érveket, hogy miért. Másrészt viszont felmerül egy olyan kérdés, amely mellett nem lehet elmenni, és hogyha a javaslatom szerinti módosítás nem épül be, akkor úgy gondolom, hogy egy olyan kör, tehát a társadalomra veszélyesség szintjén sokkal alacsonyabb szinten álló elkövetői kör is nagyon súlyos büntetésekkel kell szembenézzen. Következőről van szó. A 2002 és 2010 közötti időszak sajnos tökéletes példáját adta annak, hogy hogyan lehet egy politikai véleménynyilvánítás gyakorló csoporttal, erőteljes társadalmi réteggel szemben visszaélésszerűen fellépni. Ugye az összödi hazugság beszéd óta ugye hihetetlen erővel terjedt el az ellenállás az országban, és ezzel szemben a rendőri fellépés is tömegessé vált. Azonban ezek a ilyen tüntetések során óhatatlan összeütközések is történtek, és nem kevés esetben olyan esetet ismerek a saját ügyvédi, jogvédő gyakorlatomból, amikor egy tüntető nem a klasszikus, hogy úgy mondjam, odahajtok egy követ a rendőr fejére, hogy sérüljön meg csak azért is, hanem mondjuk megpróbálja megvédeni a társát egy rátámadó rendőrtől, megpróbálja elhárítani a rendőr gumibot ütését. Na most a magyar bírói gyakorlat, büntető gyakorlat, ez kíméletlenül hivatalos személy elleni erőszak büntetének.